mondom őszintén, kívülről tudom ezt a 24 verset. Elértem, amit ember érhet el, menj és föld, mi a szerelem országa, az volt a nagy-nagy munka, meddig alszol még hazám, és így sorolhatnám. A verseny nagy részét kint a kastélyparkban, az öreg sonfa alatti kőasztalon írta, ezt a helyet megnézték már, tehát akkor már a kinti látnivalókon túl vannak. Ami még érdekes, hogy bár a 6 hétnek nincs írott története, tehát nem tudjuk, hogy kik látogathatták őket meg, vagy mi volt a programjuk, a 24 versen kívül semmit nem tudunk, de még azért van egy információ, ami ugyancsak írásos dokumentumként marad fent, hogy az itt mellettünk levő református templomban Petőfi Sándorék keresztszülőkké váltak a 6 hét alatt. Megkereszteltek egy koltói református házaspár kislányát, Sebestén Katának hívták a kislányt. Ez is nagyon érdekes, hogy miért pont Petőfiéket választotta Sebestén apuka, holott fogalma sem volt arról, hogy ki az a Petőfi Sándor. Hát persze, hogy ő a gróf urat akarta volna meghívni, csak hogy a gróf sem volt itthon, mert Petőfi mindenkit szabadságra küldött erre a 6 hétre. Az volt a kikötése, ilyet csak egy jó baráttól kérhet az ember, hogy ő úgy szeretné ezt a házat a 6 hétre, hogy mindenki hagyja el az épületet, hogy ő csak kettesben maradhasson Júliával. A Sebestén apuka ezt nem tudta, eljön ide, hogy meghívja a gróf urat, és itt csak Petőfiéket találta, és volt olyan bátor, hogy megkérte őket erre a feladatra, és ők állítólag Júlia boldogan elfogadta. Lehet, hogy Petőfit nem igazán érdekelte, de ha már Júlia akarta, akkor beleegyezett. Nos, a múzeumi szobákra rátérve, van itt mindenféle tematikusan berendezett szoba, például Teleki Blanka, Teleki Sándor, Jókai Mór, és akkor a két utolsó szoba jobb oldalon már Petőfi és Júlia emlékszoba. Lássuk akkor, hogy mégis nagyjából egy-egy mondatban minden szobáról. Teleki Blanka emlékszobánk azért van, mert Blanka grófnő nagynénje volt a Petőfi barát Teleki Sándornak, és itt született nem messze Koltótól, Kővár-Hosszúfalun, a mai Máramaros megye területén. Tehát körülbelül 16 kilométerre található Kővár-Hosszúfalu Koltótól. Ő egy híresség volt, az európai nőnevelés első nagy úttörője, tehát ő volt az, aki 1846-ban az első magyar középfokú leányiskolát nyitotta meg Pesten, amit aztán a történelem elsöpör. Addig csak fiúk tanulhattak németül, ő pedig azt mondta, hogy ezután lányok is tanuljanak, mert csak úgy találhatnak maguknak munkát, vagy különböző rangokat töltsenek be a társadalomban, ehhez tanulni kell, és ezen kívül olyan lányokat akart képezni, akik a magyar nyelvet tökéletesen beszéljék, és még bátor honleányokká is nevelődjenek közben. Az elképzelés az szép volt, csak sajnos történelem közbeszólt. 1851-ben letartóztatják, következnek a várbörtöni évek, Kuhnstein, ausztriai Kuhnstein, és mindenféle embertelen börtönben töltött le összesen 6 évet, miután szabadul, hamarosan meghal tüdőbajban, amit a börtönben szedett fel, biztos, Párizsban, és a mai napig Párizsban található a sírja Teleki Blankának. És Máramaros szigeten van szokva? Már Lövei Klárának van. Ez a Lövei, Lövei Klára, aki az iskolájának volt nevelő nője, és ez volt a jó barátnője, vele együtt tartóztatják le itt Szatmár-Pálfalván, Szatmár megye, szinte Vármegyét mondtam, mert régen Vármegyék voltak, tehát Szatmár megye területén. A Teleki Sándor emlékszoba, a Petőfi barát, a koltói vadgróf Teleki Sándor, legendás honvéd ezredes életét be, erőnökésekben. Hát azt kell tudni róla, hogy nem csak arról volt híres, hogy Petőfi egyetlen barát, arisztokrata barátja volt, hanem például az 1848-as szabadságharc ideje alatt Bem Józsefnek volt a legkedvesebb segédtisztje itt Erdélyben. Bem pedig a lengyel származású honvéd tábornok, az erdélyi magyar forradalmi hadsereg főparancsnoka, és Teleki ezredes, de Petőfi Sándor őrnagy is hozzá volt beosztva, úgyhogy ők együtt élték át a sikeres és sikertelen erdélyi hadjáratokat. Ezért van lent a parkban Bem szobrunk is, igen, amit a tavaly lepleztünk, tehát ez a legutolsó. Ezen kívül, amit még nem mondtam és érdekes, Liszt Ferenc kedvenc utitársaként tartja számon Teleki Sándort a zenetörténet. Liszt Ferenc mellszobrát is látták lent a parkban. Aztán a két utolsó szoba már Sándor és Júlia emlékszoba, a legutolsó, az észak-keleti sarokszoba, a legnagyobb értékű szobák. Nos, itt eredeti dolgokat, tárgyakat, korabeli bútorzatot lehet találni, ami Teleki hagyaték, és
Petőfiék láthatták, használhatták, érintkezhetnek azokkal a tárgyakkal, ne úgy gondoljuk, hogy megvalatanak a szobának a butorzata, innen ered ebből a házból, az emberek széthorták, aztán volt valaki, aki visszakéregette, hogy sikerüljön azt a szobát úgy, ahogy berendezni, tehát az ágy, a szekrények, asztal, fali óra, fali lámpa és a cserépkáj, a darabjai is mind innen származnak, sőt, abban a szobában van az az ablak, ahonnan, ha kinéznek, ugyanazt látják, amit Petőfi is látott, ugyanaz a látvány, amit ő megörökít a szeptember végén versében. De látod aludtan a téli világot, már hótakará el a bérci tetőt, most erről a versről van szó. Természetesen, hogy a bérci tetőt meg lehet nézni az erkéről, csak hogy ne felejtsük el, ők nem tehették, mert erkély abban az időben még nem létezett. És akkor a nagy terem, annak látszik két ajtó is van rajta, de csak az egyiken lehet bemenni, régen két szoba volt ott, hát ezt sokáig a koltóiak kultúrteremként használták, akkor még nem volt kultúrotthona a falunak, 1970-ig akkor épült fel a kultúrotthon. Biztos azt a két szobát is használja a Petőfi házaspár, és a lényeg az, hogy átalakították ezt a házat, tehát ez a nagy lépcsőház sem létezett abban az időben, bizonyítja ezt Jókai Mór rajza, sem az erkély nem volt. A szoba most Sándor és Júlia emlékszoba, és az ő szerelmi kapcsolatokba tudunk bele-bele pillantani, ezen kívül Petőfi Sándor koltói látogatásairól. Hát ebben az az érdekes, hogy tudni kell, hogy Petőfi Sándor többször járt Koltón, 46-ban először, akkor már ismerte Júliát, hiszen említettem, de rögtön itt Pila Anikót találja, de még ezen kívül itt tanult meg Koltón.